Sziasztok! Nem szoktak nektek prémiumt mutatni, de most mutatok egy prémium Mercedes-t, mégpedig egy Vito AMG-t. Persze, nyilván az AMG egy vicc belőle, de alapból a prémium meg a merciség az nyilván adott, és igaz is, és nyilván a hatalmas raktér is adott, amiben most csupán egy szélvédőt láttok. Eredetileg mindenféle függönyöket, meg ilyesmit hurcoláztak vele, tehát nem nehéz dolgokat, tehát nincsen össze baszva a minden, tehát amúgy tök kultúrált, nincsen széthorpadva, le van szépen kárpitozva az egész autónak az alja, úgyhogy nagyon kultúrált és megkímélt, és természetesen nagyon nagy előny benne, hogy két oldalt vannak a tolóajtók, tehát meg lehet közelíteni minden oldalról, gyakorlatilag három oldalról. Frankok is, védőfal van benne, ablak, tehát itt is hátra lehet látni, tehát olyan teherautó, ami ilyen szinten is gyakorlatilag személyautósan lehet vezetni. Nagyon jól csukódnak az ajtajai, azért látszik, hogy Mercedes, látszik az, hogy azért csak egy prémium gyártónak a terméke, de nem csak ebből látszódik, hogy Mercedes, meg úgy így csukódik az ajtaja, hanem úgy. Egy nagyon jó dolgot fedeztem föl, hogy mindjárt csak lehúzom itt közben a belsejét, a ventilátort, és még pedig azért, mert tehát, hogy ilyent teherautóba, hogy így lehessen kapcsolgatni, hát az brutális. Tehát gyakorlatilag ilyen prémium személyautókba szoktam felfedezni, na most ebbe a Mercedes teherautóba viszont ez benne van. Rádió természetesen, és hát klíma, ventilátor állás is mindenhogyan szabályozható van, vagy 5000 féle állása, hőmérséklet, minden. Most a mínusz 10-be is pöcre indult, annak ellenére, tehát azért is mondom, annak ellenére, hogy több mint 400.000 kilométer van benne, tehát azért nem semmi, hogy annó ezeket a Merciket, annó, hát nem is olyan nagyon régi, 2015-ben ezt a 2.5-ös CD-i, vagy ez a 2.2-es CD-t rakták bele, ez egy nagyon jó választás, hisz az, hogy 400.000 kilométer után több mint mínusz 10-be pöcre indul, azért az mutatja, hogy még 400.000 kilométernél is kiváló. Most, ha megnézitek a motortér videót, majd mutatom mindjárt, látjátok, hogy szépen is volt szervizelve, tehát AGR-től kezdve turbó, minden frankon rendben van. De akkor nézzétek is meg, aztán folytatom itt a belsejével. Na, átültem ide a vezető helyre, ami hát azért érdekes, mert hát én megmondom őszintén, full kényelmes. Tehát ilyen kényelmesen rég ültem. Vezetek napi szinten teherautót is, tehát nem csak személyautókat szoktam vezetni azért. Azért érződik rajta, hogy Mercedes váltó. Itt nem mondom, hogy nem érződik a 400.000 kilométer, de még mindig tök szépen beleesik a fokozatba. Tehát azért nagyon patika. Tehát azért mutattam nektek egy C-osztályos Mercedes-t, amivel nem voltam elégedett, mert azt mondtam, hogy egy prémium ne használjon ilyen anyagokat. Nyilván ebben ilyen anyagok vannak, de itt a prémiumság, a minőség, a tartóságot jellemzi, mind gyakorlatilag régen, amit tudott a Mercedes. Tehát most van néhány egy króm, meg a karnál ilyen kis króm a tempómatnál, meg ezek, de alapvetően
itt nem az anyagminőségbe, hisz minden kopogós műanyag benne természetesen, tehát itt nem lesz puha az anyag, de mégis azért a Mercedes jó helyen fog a kuplung is. Kézifék. Ja, aha. Közben elfelejtettem, hogy hát Mercedesbe ülünk, és hát bizony kézzel kell. Nagyon szépen indul el, tehát olyan nagyon finom, tehát az, hogy 400 ezer kilométer van benne, és így megy, brutál jó. Tehát, tehát azért ez azt mondom, hogy tud valamit, és ugyanígy lábbal, mint régen kell benyomni. Nagyon állat, nagyon rég vezettem ilyen autót, amiben ilyen van. Tök kényelmesen, tehát ezzel tényleg le lehet vezetni 400 ezer kilométert, mindenféle gond nélkül, és tényleg nem látszik rajta, mert például ezek is tök szépen működnek. És automata ablak. De szépen működik még mindig, hihetetlen. Szóval kényelmes belőle kiszállni is. Lássuk, ez is ilyen finom. Itt egy nagyon pici kopás érződik, azért látszik, hogy azt túl kevesebbet használták, de az ülései sincsenek szétkopva, pedálok sincsenek elkopva, lehet állítani, tök jó, be lehet kényelmesen állítani a testhelyzetet, tehát tényleg itt a tartóság, és ja, nem is mondtam nektek, hogy hol tudjátok ezt megnézni, meg azt, hogy mennyi. Ugye Corrado Car-ban van az autó, 2015-ös 136 lóerős motor van benne, és 4 millió plusz áfa, tehát gyakorlatilag 5 millió forintért el lehet vinni egy 2015-ös ilyen jó állapotú használt autót, amit tényleg rendszeresen szervizeltek, vigyáztak rá, és hát tök jó állapotban van, nem dől belőle az olaj, nem rozsdás, nincs agyon verve, mint általában ezek a teherautók, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom annak, aki hasonló kaliberű teherautóra vágyik, hogy nézze meg ezt a példányt, ne riassza le gyakorlatilag ez a kilométer, mert ez szinte mondhatnám, hogy szinte bejáratós, egy kicsit viccelődve, de tényleg abszolút nem látszik rajta. Látszik az, hogy ha foglalkoznak egy autóval, és vigyáznak rá, akkor még mindig lehet tartós, és még mindig lehet jó, és lehet használni. Nyilván hát ezt főleg munkára, hiszen ez nyilván munkára veszi meg az ember egy ilyen autót, és ennyiért ez bőven kitermeli az árát, mert nem fog állandóan az autószerelőnél ülni, mert ez a 2.2-es dízel az egyik legjobb Mercedes dízel motor, és nyilván megkímélték, költöttek rá, szervizelték, és tök szép állapotban van. No, hát én úgy gondolom, hogy ez egy tökéletes zárószó, úgyhogy a következő, hát nem tudom, hogy teherautó lesz-e, vagy személyautó, de ennyi volt. Köszönöm. A következő autóig, sziasztok!